Extázis Budapesten, avagy női kézilabda bajnokok ligája címvédés magyar módra. 10 000 szurkoló előtt a Podgoricát 27-21-re magabiztosan legyőzve újra elnyerte a trófeát a győri Audi Etókc. Egyszer, mint ragyogóan vizsgázott a nőknél először kipróbált Final Four lebonyolítási forma hétvégéje, némi montenegrói ultrahisztériával. Mai adásunkban először a Magyar Kézilabda Szövetség első emberével értékelünk. Vetés Iván a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És elnök úr, árulj el, mit mondott önnek az EHF jelenlévő vezérkara első reakcióként? Szóval, hogy csettintettek? Bevált a Final Four? Ugyanazt mondták, amit a sajtótájékoztatón még a döntő előtt, hogy nagyon meg vannak elégedve a rendezéssel, nagyon jó hangulat van az arénában, és úgy gondolom, hogy megérte rábeszélnünk nekünk az Európai Szövetség vezetőit, hogy csináljuk meg ezt a Final Four-t, és ha megcsináljuk, akkor Budapesten legyen az első. Ezt mondták a döntő előtt, a döntő után változtatott-e bármit is a hangulaton az, amire az előbb utaltam, hogy hát egy sima mérkőzés volt, egyetlen egy kis közjátékkal, az pedig a montenegróiak ultraszurkoló csapatoknak, a csoportjának, a barbároknak nevükhöz méltó kis hisztériája. Azt gondolom, hogy ez nem változtat rajta, erre készültünk, ez benne volt a pakliban. Nem gondoltuk, hogy szétszednek széksorokat és dobálni fogják. Ez sajnos úgy látszik, hogy része főleg a montenegrói szurkolásnak, de rendeződött a dolog, tehát komolyabb sérülések nem történtek, sajnos azért személyi sérülés volt ebből. Egy montenegrói szurkoló végezte kórházban, meg egy biztonsági ember. Az várható, hogy ennek a montenegróiakra nézve, a győr egyik nagy ellenfelére nézve, az ő csarnokuk betiltására nézve jár majd következményekkel? Nem tudom, ezt majd meg kell nézni, ki kell elemezni, hogy mi történt pontosan. Valahol az 50. perc környékén ott elszakadt a cérna, és nem bírták azt a magabiztos győri fölényt, hogy megkérdőjelezni se tudták a győrnek tegnap a játékát. Én azt gondolom, hogy ez vezetett oda, hogy utána szétszették a szektort egy picit. De egyik sérülésem súlyos. Hát a mai információk szerint, ma reggeli információk szerint nem súlyos. Ben kellett tartani egy Podgorica szurkolót, meg egy biztonsági őrt a kórházba megfigyelésre. Én azt gondolom, hogy sajnos részemről ennyi sem fér bele, de ennyi történt. Illetve hát a Switch-et vitték meg be még utána a kórházba. Igen. Kivizsgálásra. Ő nála volt egy ilyen eszméletvesztéses állapota az ütközés után, úgyhogy őt is gondolom megfigyelik, és a szükséges MR-vizsgálatokat elvégzik nála. Összegészében erre az egész BL hétvégére mondjuk egy 10-es skálán hányast adna pályán és pályán kívül? A pálya felerősíti, de az egészre? Hát én azt gondolom, hogy ha csak a pályát nézzük, akkor arra 10-est adhatunk, hiszen a szakmailag is elérte a célját. Már az elődöntők is jók voltak, a győr nagyon taktikusan. Talán azt lehet mondani egy utólag, hogy a szükségeset kiadva magából játszotta az elődöntőt. A Várdár meg a Podgorica vívott egy véresen komoly elődöntőt, nagyon kevés góllal, élvezetes hosszabbítással. Ezekért szeretjük a kézilabdát, az ilyen pillanatokért. És utána volt egy nagyon jó bronzmeccs, és egy olyan döntő, ami azt gondolom, hogy megmutatta, hogy ki ma Európa legjobb csapata. Tehát én a pályán történtek a 10-es. A Final Four egész rendezésére, a hangulatra és a közönség létszámára is azt gondolom, hogy lehet 10-est adni. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az incidensek leronthatják ezeket az értékeket, de én azt gondolom, hogy ezzel nem szabad foglalkoznunk, csak annyiban, hogy ha legközelebb hasonló rendezvényt rendezünk, akkor még jobban hogyan tudjuk kiszűrni ezeket az eseményeket. A vélemények egyöntetően azok voltak, hogy nagyon jó mérkőzéseket láttunk, és nagyon jó szervezés volt a körítéssel is, mindenki meg volt elégedve. Többen azt mondták, hogy hangulatában felülmúlja a Kölnit a Papp László Sportarénában rendezett MVM Final Four hétvége.
Ezt akartam kérdezni, milyen közvetlen rendezői tapasztalatok adódtak a csarnokkal kapcsolatban? Lehet mondani azt, hogy a csarnok is jelesre vizsgázott, jól sikerült például a katlan hangulatot kialakítani, és van-e mondjuk olyan tapasztalat, hogy ennek a csarnoknak a felépítése, ennek a pályának a felépítése, szóval, hogy ezen még kapacitást bővíteni, növelni, változtatni, esetleg a jövőben, hogyha ez folytatódna nálunk. Szóval van-e ebben még kifutás? Azt gondolom, hogy a csarnoknak vannak egy adottsága, amiből nem lehet nagyon sokat elmozdulni. Mi még több lelátót csináltunk volna, de azért vannak Magyarországon olyan tűzbiztonsági, katasztrófavédelmi szabályok, amik behatárolják ezeket a lehetőségeket. Azon folyamatosan dolgozunk, hogy az EB-re még inkább katlan hangulatot tudjunk csinálni, hiszen decemberben az EB-nek a vége, az 5.-6. helyet szóló meccs, illetve az első négynek a elődöntője és a döntője, illetve a bronzmeccs, az szintén a Papp László Sportarénában lesz, úgyhogy azért nagyon jó tapasztalatgyűjtés is volt arra, hogy hogyan lehet 20 óra alatt berendezni egy arénát szinte a nulláról, mert az arénában magában nincsenek meg olyan eszközök, ami egy kézilabda esemény lebonyolításához szükségesek, és hogyan lehet azt elbontani utána pár óra alatt, és közben meg kiszolgálni maximálisan a közönséget. Az előre kalkuláltakhoz képest milyen bevételt hozott és hozhatott ez a Final Four? Pontos számokat most még én sem tudok, hiszen mennek a különböző elszámolások. Én azt gondolom, hogy nekünk az volt a célunk, hogy az elsőt a sikeresen megcsináljuk, és plusz nullára hozzuk ki valahol, tehát ne egy veszteséges történet legyen. Ez azt gondolom, hogy az előzetes számítások alapján sikerült. A célunk pedig az, hogy a jövőben szintén mi rendezzük, ezt fel is ajánlottuk az Európai Kézilabda Szövetség vezetőinek, hogy nagyon szívesen lennénk Köln mintájára a magyarországi, a női Final Four-nak a fővárosa, és azt gondolom, hogy ehhez kell az is, hogy ne csak szakmailag, ne csak hangulatában legyen sikeres egy ilyen rendezvény, hanem mindenki úgy érezze, mind az Európai Szövetség, mind a szervező Magyar Kézilabda Szövetség, hogy ez egy nyereséges vállalkozás. Mert hogy ilyenkor a nyereséget hogy kell elképzelnünk? Ebből a nyereségből természetesen az EHF-nek, a Nemzetközi Szövetségnek is jutnia kell ahhoz, hogy rábólincson, és ugyanakkor hogy áll ezzel a maga a Magyar Szövetség? Az EHF-nek több részéből van a bevételi lehetőség. Egyrészt a tévéközvetítési jogdíjak az EHF-nél vannak, másrészt pedig a szervezőknek kellett átadni egy olyan összeget, ami a csapatok pénzdíjazásának a felét fedezi. Ugye a célja az Európai Kézilabda Szövetségnek, hogy egy olyan terméket hozzon létre ebből a női Final Four-ból, ami a kluboknak is megéri, és érdemes legyen azért küzdeni, hogy valaki bejusson a Final Four-ba. Én azt gondolom, hogy ma már ez, ha nem is olyan mértékben, mint a férfiaknál, meg akár a futballban, pláne nem, de a női csapatoknak is nyereséget hoz ez a hétvége, hiszen az első helyezett az 225.000 euró pénzdíjazásban részesül, és még a negyedik helyezett is 100.000 euró pénzdíjazás körül vihet haza. Ami azt jelenti, hogy durván egy magyar csapatnál egy 100.000 eurós összeg az, ami a teltházas itthoni mérkőzésnek a jegybevétele utáni nyereséget jelentheti, de ezzel közel sincs így mondjuk a Podgorica, vagy akár a Ljubljana, akik most nem jutottak be, de a Várdár Szkopje sem, hiszen ott a jegyárak azért lényegesen alacsonyabbak, mint nálunk. Úgyhogy ezekből tevődik össze, és így kell látni, hogy van nyeressége az Európai Kézilabda Szövetségnek is, és a Magyar Szövetségnek is ezen. Természetesen mi ezt a rendezvény szervezési, már kézilabda rendezvény szervezési kompetenciánk fejlesztésébe fogjuk visszafordítani, hiszen, amint mondtam, az a célunk, hogy minél több ilyen világszintű eseményt rendezünk Magyarországon. Hát, hogy ez legyen a női kézilabda, ha mondjuk úgy Kölnie. Az, hogy mi lesz jövőre, pályáznunk kell újra, immár valószínűleg pole pozícióból, hogy fog ez kinézni, mit lehet erről most tudni? Jó kérdés, ugye senki nem szereti elrontani a tárgyalási pozícióját előtte
törvényszerű, hogy az Európai Kézilabda Szövetség sem mondja azt első felindulásból, hogy olyan jól sikerült Budapesten, hogy jövőre is itt rendezzük, hiszen akkor ő elbukja azt a tárgyalási pozícióját, hogy a szerződésbe eljussunk ahhoz a részhez, hogy ki mennyit fizet és hogyan osztozkodunk a bevételeken. Ez egy tárgyalási folyamat. Én szerintem azzal nem árulok el titkot, hogy ez már elkezdődött, ez a tárgyalási folyamat. Én azt gondolom, hogy olyannyira pole pozícióban tudunk lenni, hogy az első tárgyaló partner az a Magyar Kézilabda Szövetsége lesz az Európai Kézilabda Szövetségnek, hiszen semmi sem szól az ellen, hogy még egyszer Budapest adjon otthont ennek a csodálatos kézilabda hétvégének. És magáról a kézilabdáról még a végén, elnök úr, az Origo egy hangzatos és jó címmel vezette fel a döntőt, eldőlhet a kézilabda jövője, így ők. Ugye utalva a podgoricai védekezés általában nagy durvaságára és brutalitására a győri játékossággal szemben. Hogyha a francia bírópáros ténykedését nézzük, akkor mondhatjuk azt mi is nagy szavakat használva, hogy tegnap eldőlt a kézilabda jövője? Reménykedni tudunk benne. Én azt gondolom, hogy nagyon sok minden függ a bírói felfogástól. Tudtuk azt, hogy a francia ikerpár, ők nem tűrik a kemény játékot, és megadják azokat a kiállításokat, amit meg kell. Ez mindkét oldalon megtörtént, tehát a piros lap is előkerült a Kovacsics esetében. Tehát azt gondolom, hogy nem volt egy oldalú bíráskodás, nagyon jó bíráskodás volt. És azt kell, hogy mondjam, hogy a kézilabda jövője szempontjából talán nem is a döntőbeli ténykedés volt csak a legfontosabb, hanem az, hogy az egész Final Four-on nagyon jó bíráskodás volt, és szigorúan büntették a testi épség veszélyeztetésére irányuló történeteket. És az is látszott, hogy a Podgorica nem tudja két mérkőzésen keresztül ugyanazt a védekezését azért megmutatni, végcsinálni, úgyhogy ez is dönthetett. Én azt gondolom, hogy azt azért korai lenne kimondani, hogy eldőlt a kézilabda jövője. Az biztos, hogy akár a Final Four-t nézzük, egy nagy lépést tettünk abba az irányba, hogy egy nagyon jó elfogadható termék legyen a női kézilabda is, és egy nagyon jó lépést tettünk abba az irányba, hogyha a szakmai részét nézzük, hogy kevésbé verekedős mérkőzések voltak, sokkal inkább a játék tudott dominálni. Hát köszönöm szépen, hogy itt volt, és maradjunk abban, hogy igazából akkor legyen olyan a kézilabda jövője, amilyen a jelen pillanatban. Az nekünk nagyon tetszik. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.